Az idei Formula 1-es szezonra két csapat is nevet változtat. Az elmúlt években Alfa Romeo néven futó Sauber két idényen át Steak F1 teamként indul majd, míg a karosszériát hivatalosan King Saubernek hívják. A Red Bull kisebbik csapata pedig az Alfa Tauri identitást cserélte Visa Cash-App RB-re. Persze nem példátlan dolog, hogy egy F1-es csapat nevet és identitást vált, ebben az összeállításban áttekintjük a 10 jelenlegi istálló történetét ebből a szempontból, méghozzá az első jogelőd bemutatkozása szerinti időrendben. Kezdjük a sort a Ferrarival, mely a Formula 1-es világbajnokság történetének második versenyén, az 1950-es monakói nagydíjon mutatkozott be a sportágban, s azóta is csak néhány hétvégéről maradtak távol, így például az 1959-es brit nagydíjról az Olaszországban zajló sztrájkok miatt. Bár az anyacég tulajdonosi viszonyait illetően voltak változások, név és identitásváltás fel sem merülhet az esetükben. Az akkor 26 esztendős új-zélandi Bruce McLaren 1963-ban alapította meg a Bruce McLaren Motor Racinget, mely sportautók gyártása után az 1966-os monakói nagydíjon jelent meg első saját tervezésű F1-es autójával. A névadó McLaren ezzel a középmezőnyben kvalifikált, de hamar kiesett. A kezdetektől fogva brit licenszel versenyző McLaren azóta is a mezőny része, és bár a tulajdonosi kör többször változott, a legendás név megmaradását sosem fenyegette komoly veszély. A Mercedes az 1954-es szezon derekán debütált az F1-ben gyári csapatként, és a 12 versenyen, melyen rajthozáltak, 9 győzelmet arattak. Az 1955-ös Le Mans-i katasztrófa hatására a német gyártó felhagyott motorsportos tevékenységével, és gyári csapatként legközelebb csak 2010-ben tűntek fel a rajtrácson, az előző évben világbajnoki címet szerző Brown GP felvásárlása után. Ennek a csapatnak, a jelenlegi Mercedesnek a története egészen 1968-ig nyúlik vissza, amikor az akkor már 10 éve F3-as és F2-es autókat versenyeztető Ken Tyrrell összefogott a francia Mátrával, és Mátra International néven versenyeztetett eleinte egy, majd két, olykor három autót, és egy remek debütáló év után 1969-ben a konstruktőri és az egyéni bajnoki címet is megszerezték Jackie Stewart remeklésének köszönhetően. A Tyrrell 1970 második felétől egészen 1998-ig jelen volt a sportágban, de legnagyobb sikereiket az első években érték el. 1971 és 74 között két egyéni és egy konstruktőri címet szereztek, valamint mindig ott voltak a konstruktőri dobogón, de ez 1976 után már soha többé nem sikerült nekik, sőt pólt szerezni sem. Utolsó győzelmüket 1983-ban Michele Arboreto szerezte, és az ezt követő 15 évben mindössze 5 dobogóig jutottak. Ken Tyrrell 1997 végén adta el a csapatát a báristálót építgető Craig Pollocknak, aki az abban az évben világbajnoki címet szerző Jacques Villeneuve-vel akart felérni a csúcsra, de az F1-ben ezen a néven 1999 és 2005 közszereplő istállótól a rendkívül sikeres bajnoki ezüstéremmel záródó 2004-es idényen kívül csak 4 dobogóra futotta, futamot pedig sosem nyertek. A bárt a botrányoktól tarkított 2005-ös szezon végén felvásárolta a Honda, akik 2006-ban a csapat első győzelmét jegyezték 1983 óta, de a következő két évben nagyon gyengén teljesítettek, és a világgazdasági válság hatására kivonultak a sportágból. Az istállót Ross Brown csapatfőnök vásárolta meg, és 2009-ben egy szenzációs technikai megoldásnak is köszönhetően mindkét bajnoki címet megszerezték, mielőtt a motorpartner, a Mercedes háromnegyedes tulajdonrészt vásárolt az alakulatban, és a nevére vette azt. A jelenleg is az F1-ben szereplő Williams istálló 1977-ben mutatkozott be a király kategóriában egy March 761-essel, és a következő évtől kezdve már önálló konstruktőrként szerepeltek. Igazi sikertörténet volt a Grove istállói, hiszen második szezonjukban bajnoki ezüstöt, a harmadikban pedig világbajnoki címet szereztek, és az 1980 és 1997 közötti 18 évben 7 egyéni és 9 konstruktőri győzelemnek örvendhettek. A csapat sosem váltott identitást, és amikor a Dorilton Capital 2020-ban megvásárolta, a név akkor is megmaradt. Van viszont egy másik csapat a sportág történetében, mely Frank Williams nevét viseli. A Frank Williams Racing Cars 1969 és 1976 között mérsékelt sikerekkel összesen 3 második helyet szerezve szerepelt az F1-ben,
Mielőtt Walter Wolf kanadai olajmágnás kivásárolta az alapítót, és létrehozta a rövid életű, de sokkal sikeresebb Walter Wolf Racinget. Azon három csapat egyikét, leszámítva természetesen az első világbajnoki szezont, mely rögtön az első nagydíját meg tudta nyerni. A másik kettő a fentebb említett 50-es évekbeli Mercedes és a Brown GP voltak. Folytassuk a mai Alpine elődjével. Ted Tolman és Alex Hawkridge az 1970-es években bővítették ki a Ted apja Edward által még 1926-ban megalapított családi cég tevékenységi körét az autóversenyzésre, s miután 1980-ban megszerezték az F2-es Európa-bajnokság első két helyét, beléptek a király kategóriába. A Tolman 5 éves F1-es történetének legnagyobb sikereit Ayrton Senna érte el, aki három dobogót és egy leggyorsabb kört is szerzett, valamint 9-ként zárta az 1984-es világbajnokságot, de a következő évben a Tolmannek komoly problémái támadtak, és az 1985-ös szezon végén a főszponzor, a Benetton Ulasz ruhagyártó vette meg a csapatot. A mai napig a 9. legtöbb futamgyőzelemmel rendelkező Benetton, melyel Michael Schumacher első két világbajnoki címét szerezte, 2000 elején vásárolta meg a Renault, de az identitás még két évig megtartották, majd miután a csapat történetében mélypontot jelentő 2001-es évet Benetton Renault Sport néven teljesítették, a franciák névlegesen is gyári csapattá alakították az 1992-ben Enstonba költöző istállót. A Renault komoly sikereket ért el. 2005-ben és a rákövetkező évben világbajnoki címet szerzett, de a crashgate és a gazdasági világválság nehéz helyzetbe hozta őket, így 2010-ben a többségi tulajdont eladták a luxemburgi székhelyű Jenny Capitalnek. 2011-ben még Lotus Renault néven versenyeztek, többek között a későbbi két RM a Lotus Renault ellen, majd 2012-től 4 éven át Lotusként szerepelt a csapat, és szerzett két futamgyőzelmet, valamint számos dobogót. A Renault és a motorjaikkal 4 bajnoki címet nyerő Red Bull kapcsolata a múlt évtized közepén megromlott, így a 2015-ös év második felében a franciák visszavásárolták a csapatukat, és bár a teljesítmény fokozatosan javult, az első dobogókat csak 2020-ban szerezték meg. Az istálló ezt követően újra identitást váltott, és 2021-től már a Renault nem sokkal korábban fejlélesztett sportmárkája, az Alpine nevén fut az alakulat, melynek őse a Tolman 5 éven át a gyári Renault ellen versenyzett az 1980-as évek első felében. Ahogy a bevezetőben említettük, a Red Bull kisebbik csapata a Visa Cash-App RB néven folytatja 2024-től. Ez már a csapat történetének 40. szezonja a jogelődöket is figyelembe véve, hiszen a Minardit, az F1 legnagyobb kis csapatát, Giancarlo Minardi még 1985-ben vitte fel a király kategóriába 5 évnyi mérsékelten sikeres F2-es szereplés után. A Minardi 21 év alatt mindössze 38 pontnak, egy második rajthelynek és egy világbajnoki 7. pozíciónak örvendhetett, de közben olyan sztároknak biztosított bemutatkozási lehetőséget, mint Fernando Alonso, Mark Webber, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli vagy épp Alessandro Nannini. A története során számos alkalommal anyagi nehézségekkel szembesülő istállót 2001 elején Paul Stoddart vásárolta meg, de 2005-re elfogyott körülötte a levegő, és a Jaguart az előző évben felvásárló Red Bull kezébe került a csapat, akik a rajongók tiltakozása ellenére átnevezték a Toro Rosso-ra. A Sebastian Vettelnek köszönhetően egy futamgyőzelmet is jegyző, ezen a néven töltött utolsó évében pedig két újabb dobogót szerző istállót 2020-ban Alfa Taurira keresztelték át, hogy ezzel népszerűsítsék a Red Bull divatmárkáját, de ez a lépés nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. Az Alpine mellett a másik nagy névváltoztató jelenlegi Aston Martin, mely immár 6. nevén szerepel a király kategóriában, igaz, ezek közül 3-at csak igen rövid ideig viselt. A leghosszabb időt még mindig a Silverstone-i istálló történetének közel felét 1991-től egészen 2005-ig Jordanként teljesítette az alakulat, melyet számos nagyszerű és jó néhány kevésbé dicsőséges szezon után alapítója 2005 elején eladott a Midland csoportnak, akik a következő évre meg is változtatták a csapat nevét és identitását, de még a szezon vége előtt továbbadták a holland Spykernek. Aztán a Spyker sem tartotta meg az alakulatot története egyetlen szezonja végéig, hiszen még 2007-ben felvásárolta az Orange India nevű konzorcium az istállót,
Ezzel kezdődött meg a Force India több mint 10 éven át tartó története, mely sportszakmailag igazi sikersztori volt. Sereghajtóból lettek vitathatatlanul a középmezőny legjobbjai, összesen 6 dobogóval, egy polpozícióval, világbajnoki negyedik helyekkel. Az anyagi problémák azonban így sem kerülték el az istálót, aminek következtében 2018 nyarán csődbe ment az alakulat, de egy Lawrence Stroll vezette befektetői csoport megszerezte azt, és a szezon hátra levő részét már egy új istállóként, Racing Point Force India F1 teamként teljesítették. A Force India névtől a következő évre megváltak, de sejteni lehetett, hogy a Racing Point is csak átmeneti megoldás, és miután Stroll 1/6-os tulajdonrészt szerzett az Aston Martinban, melyet azóta 28% fölé emelt, 2021-től immár a legendás brit gyártó nevét viseli a Silverstone-i istálló. Az 1993-ban bemutatkozó Zaubert valószínűleg a legtöbben továbbra is tradicionális nevén emlegetik majd, minden esetre a csapat hivatalos neve immáron Steak F1 Team Kik Zauber, a karosszériát pedig Kik Zaubernek hívják 2024-ben és 2025-ben. Az eleinte a Mercedes-szel, később a Forddal, majd pedig a Ferrarival szorosan együttműködő Zauber többségi tulajdonrészét 2005 végén vásárolta meg a BMW, és 2009 végéig BMW Zauber néven gyári csapatként üzemeltették, majd miután kiszállásukat követően újra az alapító Peter Zauber kezébe került az istálló, és a Toyota búcsújának köszönhetően visszakapták az indulási jogot, 2010-ben is ezen a néven versenyeztek, de immár Ferrari motorral, majd visszaváltottak a Zauber névre. A tulajdonosi kör változott, de az elnevezés 2018-ig megmaradt. Az utolsó évet hivatalosan már Alfa Romeo Zauber F1 teamként teljesítették, 2019-ben pedig a Zauber eltűnt a csapat nevéből, noha maga az istálló, a székhely, a menedzsment változatlan maradt. Az Alfa Romeo-val az együttműködés 2023 végén szűnt meg, és ha minden igaz, 2026-tól már az Audi gyári csapataként szerepelnek majd a Hinwilliek. A jogelőd alapítását tekintve az F1-et jelenleg uraló Red Bull istálló a rajtrács második legfiatalabb csapata. A legendás Jackie Stewart 1997-ben nevezte be a fia által 9 évvel korábban alapított családi csapatát az F1-be, mely mindössze harmadik szezonjában pólt és futamgyőzelmet szerzett, és negyedik lett a bajnokságban, mielőtt a kezdetektől az istállóval lévő Ford átvette az irányítást Milton Keynesben, és Jaguar néven gyári támogatott csapatból gyári csapattá alakította a Stewartot. Az eredmények messze elmaradtak a várakozásoktól. 5 év alatt egyetlen elsős rajtsoros indulás, 2 dobogó és 3 világbajnoki 7. hely jutott az elsősorban gyönyörű festéséről emlékezetes istállónak, melyért 2004 végén a Red Bull tett ajánlatot, és mivel a Ford inkább a WRC-re akart koncentrálni, tető alá is hozták a megállapodást. Végül következzen a Haas, mely a Ferrari, a McLaren és a Williams mellett a mezőny negyedik olyan csapata, mely egyetlen névváltoztatáson sem esett át. A 2014-ben alapított, majd 2016-ban debütáló istálló, melynek semmi köze az 1980-as években versenyző Team Haas, avagy Haas Lola, illetve Haas Beatrice alakulathoz, sikeresen kezdte az F1-es szereplését, de 2019 óta a sereghajtók közé tartoznak. A csapatnak több problémás ügye is volt a szponzoraival, így például a Rich Energy-vel és az Uralkali-val, így a festésük gyakran módosult, de a konstruktőr nevének megváltoztatása érdemben soha nem merült fel. Ezzel mai videónk végére értünk. Ha tetszett, nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel az Autosport és Formula magazin YouTube csatornájára hasonló tartalmakért.